Nos, srácok, sziasztok! Itt lennék a legújabb videómmal, amiben elhoztam nektek pár nagyon pimasz kapust. Nagyon sokan mondják, hogy a kapuska egy picit ketyósak, bolondok, és valljuk be, azért van ennek alapja. És a következő videók is ezt fogják alátámasztani. Szóval nem is ragoztam tovább a szót, hogy ha csipázod az ilyesmi videókat, akkor ne felejtsd el a like gombot megnyomni, és kezdjük is el. Csóhárp neve mellett nem tudunk elmenni. Az előbb említett úriember pár dologról nagyon híres. Jó kapus? Villámgyors, tehát volt, hogy az ellenfél térfeléről sprintelt vissza a saját kapujához, és egy óriási bravúrt bemutatva egy óriási helyzetet mentett meg. Ezt itt láthatjátok is, tehát ez azért nem semmi. És hogy azért ő is bemer vállalni ilyen kockázatosabb mozdulatokat. Itt is látható, hazaadják Johartnak, nézzétek meg! Nagyon szép kis testcsel és nagyon csúnyán becumisztatta az ellenfél csatárát, el is mozdult abba az irányba, csak aztán Joar pedig a másik irányba ment tovább a labdával együtt. Következő kapusnak sajnos nem tudom a nevét, viszont az abszolút igazra, hogy nagyon jól bánik a labdával. Itt is látható, nézzétek meg! Hát azért ez nem semmi. Szegény csatár ugrott a magasba, de még az se volt elég, a kapus simán átemelt őt, és aztán pedig lazán le is vette a labdát. Mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy kapus ilyet bevállal. Tehát valljuk be, ettől szép a foci, hogy vannak ilyen momentumok benne. Figyeljétek ezt a kapust, nézzétek, bugyi! Ott a bugyi, vard össze csatár. Nagyon szépen csinálta, tehát ismételten egy olyan bátorságról tett ez az ember is tanúbizonyságot, amit senki nem tud megkérdőjelezni. Amúgy tényleg belegondolok egy-kettő kapusnak a fejébe, hogy mekkora bátorság kell ahhoz, hogy több ezer, több tízezer ember előtt egy stadionba élőbe bevállald ezt, tudván azt, hogyha nem jön össze, akkor mindenki téged fog hibáztatni. Viszont, hogyha összejön, akkor pedig mindenki megtapsol, felkerül az internetre, és nagyjából ennyi. Tehát úgy igazán pozitív oldal nincsen, viszont nagyon sokat kockáztatnak vele, mert ha nem jön össze, akkor nagyon nagy valószínűséggel gól születik a legtöbb helyzetből. És csak, hogy ne fogjunk ki a kötényekből, gyerekek, itt látható következő kapus cimboránk, szintúgy kioszt egy kötényt. Csatár nagyon szépen széttette a lábát, nem olyan értelembe. És a kapus pedig élt a lehetőséggel, és szépen átpöccintett a két lába között a zsugát. Hogyha a legfimaszabb kapusokról beszélünk, akkor van egy olyan legenda, aki mellett nem lehet egyszerűen elmenni. Ez a csávó amúgy csatárként kezdte a pályafutását, csak egy sérülés miatt kapuba került. De azt kell, hogy mondjam, hogy én nem bántam meg, mert tényleg nagyon szép a játéka. Zseniálisan tud szabadrugásokat lőni, zseniálisan tud büntetőket lőni, és zseniálisan tud védeni akrobatikus mozdulatokkal. Bemutatom nektek, ha bár remélem, hogy a legtöbben ismeritek, René Higuita. Itt látható, skorpió trükk. Tehát a csávó teremtette meg a skorpió trükköt, és nézzétek meg, középre jött a labda, de mégiscsak egy olyan mozdulattal hárított, hogy tényleg az egész világ rajta ámult, amikor ezt megcsinálta. Sajnos, amikor ez történt, akkor én még nem éltem, így élőben nem láthattam, de így videóról visszanézve is nagyon átadja a feelinget. És a skorpió trükköt azt rengeteg ember ismeri, csak nagyon kevés tudja megcsinálni. Én is próbáltam egy-kétszer, államot azt felborzsoltam, sajnos nem jött össze. Pedig esküszöm, hogy elhittem, csak hát ugye nem lehet mindenki René Higuita. Nos, srácok, ennyi is lett volna a mai kis videóm, hogyha tetszett, akkor a like gombot ne felejtsetek el megnyomni, kövvideóban találkozunk, én Dazis voltam, jók legyetek, csecse!